Ahogyan öregszem, egyre jobban dörmögődömötör leszek, ami ugye a kis mély hangommal, ez a főképpen inkább a jazz zenében lehet kamatoztatni, a mai modern zenében inkább, meg a musicalben is az a jó, hogyha valakinek milyen magasabb a hangja. Viszont a jazz zenében pont azt szeretik, hogyha egyébként van egy ilyen mélyebb tónusú, sötétebb tónusú, kicsit füstösebb hang. Ez azt hiszem, hogy inkább genetika, fejleszteni mindig lehet, és van is értelme, sőt kell is. De azért azt, hogy milyen hosszú az a, ahonnan elindul a levegő a tüdőből, és amíg eljut az embernek a szájáig, ez milyen hosszú cső, ugye minél hosszabb, annál mélyebb a hang. Ez főképp genetika. Sok mindent lehet fejleszteni, van a határ annak, hogy meddig lehet. Something in your eyes was so exciting, something in your smile was so inviting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm crazy glance away, yeah, ever since that night. Ugye beszéltünk róla, hogy nem csak éneklésről van szó, hanem azért színészi pályafutásról is, és ott inkább a zenés darabok, a musicalek dominálnak. Másképpen kell énekelni, másféle módon kell kezelni a hangját az emberek a musicalhez, vagy a jazz muzsikához? Jó kérdés. Elvileg igen, gyakorlatilag, és lehet, hogy ezért megharagszanak rám, én azt mondanám, hogy ha jól csináljuk, akkor nem. Mert nagyon sokszor észrevető az, hogy bizonyos előadók, akik ugyanaz az énektalához jártak, ugyanúgy énekelnek, tehát nem tudod megkülönböztetni a hangjukat. Ha viszont nem a technikával énekelsz, akkor egyrészt hamarabb elmegy az embernek a hangja, tehát kevesebb az élettartam, amit bele lehet tenni, meg ugye kétszer annyi energiabefektetés, meg sok ilyen dolgok, viszont nagyon egyedivé válik tőle, és nagyon felismerhető lesz, tehát akkor az embernek egy saját stílus alakul ki. Én inkább ebben hiszek. Sokan pedig nyilván nem csak a musicalben, hanem az operetben van egyfajta hangképzés, egyfajta technika, amit mindenki használ. Én inkább abban hiszek, hogy az ember egyedi legyen, és ez azt jelenti, hogy nem nagyon énekelek másképpen sem popzenei koncerten, sem musical előadásban, sem egy jazz koncerten. Más dalokat énekelek, de maga az ahogyan, az a technika, az úgy, ahogyan 10 éve csinálom. Beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, fly straight to her arms, I go sailing. Zenei vagy énekesi példaképek, kedvencek vannak-e, akiktől lehet tanulni? Ha magát az, hogy mi az, amit örömmel énekelek, és mi az, ahol hajnal 3-kor is, ha felébresznek, akkor el tudom énekelni, akkor mindenképpen Johnny Cash, Frank Sinatra, Elvis Presley, Tom Jones. Ha mik az ilyen vágyálmok, hogy az ember hogy énekeljen, akkor Freddie Mercury, Axl Rose, akkor már az van, hogy van egy ilyen nagy kettősség bennem, hogy van egy komoly zenei énem, ami hát annyira komoly, hogy inkább a jazz zenét kedvem, bár a komoly zenét is kedvelem, és van egy ilyen rockzenei, és az is a klasszikus rockzenében gyökeredző hitvallásom és szeretetem, de hát azok az én regiszteremben nem tudnak megszólalni olyan szépen, úgyhogy azokat annyira mellőzni szoktam. Napi hány órát szükséges énekelni, hogy a hang karban legyen tartva? Hát nem Covid időszakban sem ennyit, mert akkor egyébként karban van tartva a hang egyszerűen csak a különböző munkák miatt, tehát legyen az egy próba, egy előadás, vagy egy stúdiófelvétel, egy koncert, tehát akkor egyébként karban van tartva a hang, sőt, olykor túl karban is van tartva, és olyankor, amikor pihentetjük, mint mondjuk egy testépítő, amikor pihenteti az izmát,
akkor még zenét sem szabad hallgatni, nem csak nem szabad énekelni vagy beszélni, mert az embernek automatikusan a hangszalag attól még mozog úgy, hogy rááll arra, azokra a hangokra, annak ellenére, hogy nem énekel az ember, csak hallgatja a zenét. A Studio 11 a kísérő zenekar, ők mióta vannak? Azt hiszem, hogy 6 éve dolgozunk együtt. Ez egy teljesen adhok jellegű véletlen találkozás volt. És hát remélem, hogy ameddig van a Studio 11, addig dolgozunk is együtt. Nagyon-nagyon jól megférünk együtt a színpadon, nagyon-nagyon jó barátságban vagyok, mind a... Ez egy ilyen mókás történet, mert egyébként 12-en vannak, úgy Studio 11, vagy amúgy 12 fő, de valaha egyszer még, amikor alapították, akkor 11 főből állt. Mindegyikükkel külön nagyon-nagyon jó barátságban vagyok, úgyhogy én remélem, hogy ez örökké tart, de hát semmi nem tart örökké. Viszont 6 éve dolgozunk együtt, voltak nagyon-nagyon-nagyon nagy előadásaink is, tehát a Paplászló Sportarénában, amikor játszottunk a Táncdal Fesztivál kapcsán, akkor is ők kísértek 12 ezer ember előtt, tehát egészen kicsitől az egészen óriás koncertig dolgozunk együtt. Olyan régre nyúlik vissza, hogy akkor adták át, akkor még egyrészt volt Malév, másrészt meg a Liszt Ferenc repülőtérnek a új részét akkor adták át, és ennek a megnyitóján játszottunk együtt először. És igazából akkor jöttem én is rá, meg ők is, hogy ezek a dalok nekem amúgy jól állnak. Tehát a hangtónusomhoz, meg a karakteremhez amúgy jól állnak. És utána ilyen, én kerestem őket, hogy jó lenne együtt zenélni, ők kerestek engem, hogy most egy koncertre pont jó lenne, hogyha egy olyan típusú karakter lenne, mint amilyen én vagyok. És egy ilyen kialakult először egy munkakapcsolat, aztán nyilván a sok próbával, meg a sok előadással, aztán meg egy baráti kapcsolat kialakult a zenekar tagjaival. Hát nagyon aktuálisnak kell lennünk. A világjárvány a zeneipart lesújtóan érintette, én úgy tudom sok helyről hallani, meg olvasni. Vastag Tamás, hogy van ezzel a saját szereplései, fellépései révén? Én most ilyen pillanatban világallergiába vagyok. Virágallergiába. Egészen mondosan a parlakfüvet nem bírom, aminek ilyenkor van a virágzása. Úgyhogy ez ilyenkor mindig egy, minden évben a koncertszezonban ez egy nehéz dolog. A világjárvány pedig, hát az mindannyiunkat nagyon nehezen érintett, nem csak anyagilag, hanem egyébként is egy olyan embernek, aki szeret kifele mutatni, és szeret megjelenni, és mások előtt fellépni, annak, hogyha be van zárva egy házba, és nem tudja magát megmutatni, ugye a világnak, Karintinak van gyönyörű verse. Az olyan, mint egy cápának, ha lefogod, ugye a cápa is menet közben megy be a víz, ami a kopoltyúját megtölti oxigén, és úgy tud lélegezni, hogyha lefogod, akkor ugye megfullad, meghalad. Mi is ilyenek vagyunk, hogyha nem tudunk előrefele menni, akkor megfulladunk, ha más nem, az elménk meghal. Látom a sok kollégámon, hogy nagyon meggyűrte az elmúlt egy év, egyébként engem is, de mindig fel kell tudni állni, és mindig kell törekedni a jobbra. Sikerült megúszni magát a Covidot? Nem, kétszer is elkaptam. Szeptemberben és decemberben. Kétszer is elkaptam. De mind a kétszer teljesen... Nekem egyáltalán nem. Tehát az első alkalommal ott kontaktkutatásból derült ki, hogy nekem a pozitív tesztem. A gyerekeim voltak betegek, az óviból hozták haza. Őnekik volt ilyen fejfájás, hasmenés, stb. Nekem akkor semmilyen tünetem nem volt. Másodszor ezt az angol variánst kaptam el, szintén kontaktkutatásból. Az karácsony előtt volt egy pár nappal, akkor pedig a karácsonyi ebédet főztem, és már annyi fokhagymát tettem bele, és még mindig nem éreztem a szagát, és mondom, hogy na, ez a kínai fokhagyma, hogy nincsen se íze, se szaga, és mondták a többiek, hogy hát már olyan fokhagyma szag van az egész házban, és te nem érzed, mondom, hát nem érzem. És akkor jöttem rá, hogy hát, hogy valószínűleg ez az. Akkor kinyitottam az összes hűtőt, megszagoltam mindent, éreztem, hogy semminek nincsen szaga.
És utána ugye a szokásos módszerrel, háziorvos tesztelés, és akkor utána kiderült, hogy ismételten pozitívak az eredményeim, úgyhogy akkor egy a karácsonyt, a szilvesztert a szűk családi körben töltöttem. A kórház nem kellett meg lélegeztetőgép, ilyesmik, oxigén, nem? Nem volt szükség? Egyáltalán nem. Tehát hogy azon kívül, hogy nem éreztem szagokat, egy semmilyen tünetem volt, még csak bágyadság sem, ízületi fájdalom sem, lázam sem volt, tehát hogy egyáltalán sem. Nátha, ilyesmi. Semmilyen sem volt, még az orromat sem fújtam, hanem semmi nem volt. Annyi, hogy nem éreztem szagokat, ennyi volt az összes tünetem. Ez nagy szerencse. És kétszer is így, úgyhogy. Hát fiatal szervezet, ugye azt mondják, hogy az számít a legjobban, hogy a fiatal szervezet az jól bírja. Most a nyár során fellépések, hakmik, koncertek, mennyire dús a naptár? Kicsit átalakul a piac, azt látom. Nagyon kevés hakmi volt, ha lehet így mondani. Tehát ilyen inkább jobban preferálták a nagyzenekaros koncerteket, aminek én nagyon örülök. Abba viszont volt, úgyhogy nem panaszkodom. Ez egy jó év volt, szeretném azt, hogyha minden év hasonló lenne, és reméljük azt, hogy nem lesz egy negyedik hullám, amikor bezárnak minket. Hát úgy legyen, kívánom a legjobbakat egészségben, művészetben, produkcióban, mindenben, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, Önök az ismerős látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!